A 15. Stíl országos fakitermelő bajnokság regionális döntőjére május 7-én Orfűn került sor. A Mecsek Erdő ZRT első alkalommal szervezett ilyen megmérettetést a régióban. A helyszín azt gondolom, hogy ideális arra, hogy a jó felkészült csapatok összemérjék erejüket. Nagyon fontos az, hogy a fakitermelés, mint szakma, presztízsét egyre magasabb szintre és egyre jelentősebb társadalmi elismertségre hozzuk. Ennek az egyik kiemelt lehetősége az, hogy a mai napon itt önök megmutatják azt, hogy hogyan lehet ezt profi módon végrehajtani. Azt kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, és remélem, hogy mindenkinek épületes nap lesz a mai. Csapatok, felkészülni! Vigyázz! Rajt! A kombinált versenyszámban a precíz és gyors korongvágás, a gajazás, a törzs feldarabolása, széthasítása, végül sarangba rendezése volt a négy fős csapatok feladata. Ugye a nagy közönség alapvetően a Mecsek Erdőnek néhány tevékenységét látja és érzékeli csak. Ezek közül a turizmus és a közjólét az, ami ugye kirakatba helyeződik. De a fő tevékenység maga az erdő gazdálkodás és az azzal kapcsolatos feladataink és munkák sokszor a háttérbe szorulnak, miközben ez lenne a fő feladatunk nekünk, akik ezen dolgozunk, a kommunikációt felelünk, hogy az erdő gazdálkodásnak a mikéntjét megmutassuk és betekintést engedjünk a nagy közönségnek. Úgyhogy a verseny, nem csak a verseny, de az azt kísérő programok, és ugye a Mecsek Erdőnek az információs sátra is azt a célt szolgálta, hogy megmutassuk azt, hogy mi az a kincs, amivel mi gazdálkodunk, az erdő vagyon, a fa vagyon, és hogy ez a nagy közönség számára így egy kicsit a hétköznapok részévé váljon. A szakma végre kilépett az erdőből, és az emberekhez lépett közelebb, és az embereket csalja oda ezekkel a látványos versenyekkel, látványos bemutatókkal. Régen csak az volt, hogy valóban aki máshova nem jó, elmegy favágónak, most már azért rájöttek a nagy közönség tagjai is, hogy a favágás az nem csak egyszerű favágásról szól, hanem szakmailag igen megfontolt és igen komoly dolgokat kell véghez vinni ahhoz, hogy értéket tudjanak termelni a fakitermelők. Én kb. 5 éve kísérem figyelemmel ezeket a versenyeket. Azt látom, hogy minden évben egyre komolyabban veszik a versenyzők. Tehát a versenyzők számára ugyanúgy ez a néhány év folyamatos fejlődést jelent, illetve azt, hogy egyre komolyabban veszik a versenyt és a tétet. És bár játékosnak tűnik az elején, de egyrészt ugye egy nagyon komoly munkáról van szó, másrészt azt látjuk, hogy tényleg a végén szinte vérre megy már a küzdelem. Én azt gondolom, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűzött annak idején a Stíl, Andrea Stíl Kft., hogy biztonságos munkavégzésre hívja fel a figyelmet a fakitermelésben dolgozó brigádoknak, és a fakitermelésben dolgozó brigádok igenis, hogy szabályosan, biztonságot figyelembe véve, védőeszközöket használva gyorsan meg tudják oldani a feladatot. Versenyzők, felkészülni, vigyázz, rajz! Én nagy tisztelettel nézek ezekre az emberekre, akik egyrészt a mindennapi munkában, másrészt itt ilyen lelkesen csinálják, mert sok fakitermelő van, akit nehéz lenne rávenni arra, hogy közönség előtt a versenylázában is jól teljesítsen. Úgyhogy ezt mindenképpen tisztelem bennük. Nagyon érdekes és látványos, azt gondolom, és egy erőpróba, ahol az emberek a férfias teljesítőképességüket meg tudják mutatni. A délutáni Stíl Timber Sports bemutató a sportfavágók profi fogásaiba engedett betekintést.
Gratulálunk Andrásnak! Önként jelenleg kezdőket várunk. Aki kedvet kapott az erőpróbákhoz, fejsze és rönkhajító pályákon is kipróbálhatta magát. Az izgalmas versenyprogramokat pedig látványos bemutatók követték. A Stihl Kft. Megbízásából ezeken a versenyeken ebben az évben, vagy ettől az évtől kollégámmal, Szercsányi Györggyel járjuk az országot, így a regionális versenyeken és a Stihl rendezvényeken, és bemutatókat a legújabb termékekről, a legújabb fejlesztésekről tartunk, úgymond kóstolót, ízelítőt, hogy az emberek tudjanak választani. Mennyire volt közönségkapcsolati kommunikációs szempontból hasznos a mai nap? Nagyon meggyőző volt az a nyitottság, amit tapasztaltunk a látogatók részéről. Úgy látom, hogy napközben nagyon sokan voltak itt, és folyamatosan cserélődött ugye a nézősereg, a társaság. Ezért is választottuk tulajdonképpen ezt a helyszínt, hiszen ide Pécsről nagyon sokan látogatnak ki a hétvégenként családdal, egy-egy séta, egy-egy túra erejéig, és így belebotlottak tulajdonképpen a Mecsekerdő rendezvényébe, amit hirdetni sem nagyon kellett, és ennek ellenére nagyon sokan voltak kíváncsiak ránk. A szabadtéri ünnepélyes díjátadót ugyan elmosta az eső, azonban a sátorban végül mindenki megkapta kiérdemelt jutalmát. Míg az összesített versenyben harmadikként végzett a Zalaerdő ZRT, másodikként pedig a házigazda Mecsekerdő ZRT, addig a dobogó legfelső fokára a Sefag ZRT léphetett fel. A nyertes csapat vezetőjét arról kérdeztük, vajon min múlik a győzelem? Ha nincs csapat, akkor nincs győzelem. A csapatnak a lényege az, hogy mindenki tudja a dolgát. Nálunk nincs olyan, hogy se főnök, se vezér, mindenki tudja saját maga dolgát. És ez gondolom a hétköznapokban is így van. Természetesen fontos, mert a baleset veszély mindig fönnáll, és én annyira figyelünk egymásra, mint hogyha egy családhoz tartoznánk. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy a favágás az egy külön életforma, egy család az egész. Az erdeinknek a 75%-a valamilyen fajta védettséget élvez. Ezekben az erdőkben nem akárkik végezhetnek, és nem akármilyen munkát. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen minőségben végzünk munkát, és nagyon sok helyen a folyamatos erdőborítás elvei mentén végezzük a tevékenységünket. Ez pedig azt is jelenti, hogy a hátramaradó állománnyal, illetve az erdőneveléssel is párhuzamosan kell foglalkoznunk, tehát nem pusztán a fa anyag kinyerésével, hanem a jövő generációnak fönntartott erdőnek a nevelésével is foglalkoznunk kell, és ezt egy munkafázison belül. Ezért nagyon fontos az, hogy minőségi profi munkát tudjanak végezni a nálunk dolgozó fakitermelők.